Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a helyi média megjelent képviselőit. Nagy öröm számunkra ez a mai nap, ez a nyilvános sajtótájékoztató bemutató, ahol a Fidesz-KDNP és szövetséges partner szervezetei képviselőjelöltjét és polgármesterjelöltjét mutatjuk be. 4 évente választ az ország, mondhatnám, mert eddig ez így volt, de most már egy 5 éves önkormányzati ciklusra fogunk átállni. És hát ez a 4, illetve 5 év, ez meghatározó egy-egy település életében. Természetesen így van ez Budaörsön is, hiszen utat, irányt kell választanunk a jövő számára. Én amikor ma eljöttem ide, mindenképpen úgy gondoltam, hogy fontos, és azzal szeretném kezdeni, hogy köszönöm azt a megtisztelő lehetőséget, egyrészt a pártjaink részéről, hogy megkaptam a polgármester jelölti címet, lehetőséget, ami nem könnyű feladat, itt Budaörsön tudjuk, de úgy érezzük, hogy ebben a fordulóban, a 2014-es választási fordulóban nagyon jó eséllyel tudunk indulni a városban. Az elmúlt években, az elmúlt ciklusokban is látszott, hogy a csapatunk nagyon jól felkészült. A testületi ürések napi rendjein, az előterjesztések számát, ha nézzük, akkor a kezdeményezések döntő többsége az a mi képviselőinktől származott. Ez a jelenlegi, illetve a korábban volt testületi helyzettel értelemszerűen igényelt egy folyamatos egyeztetést, együttműködést, kompromisszumkészséget, amire mi nyitottak és partnerek voltunk, hiszen Budaörsváros érdekét tartjuk mindig, és tartottuk eddig is elsődleges célkitűzésünknek. Azonban úgy gondoljuk, hogy bár jelölttársam, polgármester úr elsődlegesen számadatokkal és Budaörs számára kedvező számadatokkal kampányol, a városban sajnos van egyfajta megtorpanás, illetve ha a város presztízs értékét nézzük, akkor egy pici hanyatlás, visszaesés is van. Ennek jeleit már tapasztalhattuk az elmúlt ciklus során, hiszen hiába próbáltunk mi küzdeni azért, hogy Budaörs járás székhely legyen, nem csak infrastruktúrája, hanem talán a környékben lévő rangja alapján is megillette volna ez a lehetőség, ebben nem tudtunk eredményesen előrelépni. És ha megnézzük az elmúlt 4 év működését az önkormányzatban, bár azt mondtam, hogy kompromisszum és békés hangvétel jellemezte, de folyamatosan volt egy olyan attitűd, egy olyan kicsengés a városvezetés részéről, amely a kormányzattal szembeni ellenzéki magatartásról tanúskodott. Független jelöltnek mondják magukat, de ezzel együtt egy folyamatos ellenzéki hangvétel volt a jellemző. Mi úgy gondoljuk, hogy a Magyarország kormányával, a mindenkori kormánya, pláne esetünkben ez pártszínezet tekintetében azonos is, együttműködésre kell törekedjünk. Együttműködésre, mert ezt kívánja Budaörsnek az érdeke. Partnerséget szeretnénk elérni, nem ellenfélként és pláne nem ellenségként kezelve, sem a jelenlegi, sem bármilyen jövőbeni kormányzatot, hanem partnerként kezelve együtt kívánunk dolgozni. Jó magam, illetve csapatom, felkészültünk arra, hogy átvegyük teljes körűen a város irányítását, tehát szeretnénk polgármesterváltást, szeretnénk a város gondolkodásmódját olyan módon megváltoztatni, hogy a kormányzattal való jó együttműködésben Budaörs partner tudjon lenni. És biztos vagyok benne, hogy személyemen és csapatonon keresztül a kormányzat is partnernek fogja tekinteni Budaörs városát. Ehhez szeretnénk megnyerni a budaörsi lakosság támogatását. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy valamennyien hivatalos jelöltekké válhattunk, megkaptuk a szükséges számú ajánlásokat, sőt annak több mint dupláját. Elsőként tudtunk kompenzációs listát állítani a városban, tehát mindenképpen egy komoly politikai súlya van a mi szervezetünknek, csapatunknak, és a jövőben ezt a politikai súlyt szeretnénk Budaörs érdekében kamatoztatni. Valóban sok tekintetben kitűnő mutatókkal rendelkezik Budaörs, azonban, és ez korábban elhangzott, hogy egy kicsit önállóan él, önállóan létezik, kvázi, mint egy szigetként volt. Érdeklődéssel olvastam az egyik sajtóorgánumban, hogy ez korábban, tehát a nem fideszes kormányzatok idején is így volt. Én úgy gondolom, hogy Budaörsnek nem szabad egy szigetnek lennie,
hiszen a kis térség, vagy egy nagyobb kitekintéssel Magyarország, még nagyobb kitekintéssel az Európai Unió számára egy partneri kapcsolatra van szükség. Ha partnerként tudunk együttműködni és forrásokat bevonni a város fejlesztésébe, akkor a saját erőforrásaink átcsoportosításával további fejlesztésekben is tudunk gondolkodni. Ezt szeretnénk megvalósítani, ehhez kérjük a budaörsiek támogatását. Jó magam is, csapatom is készen állunk erre a feladatra, készen állunk a megmérettetésre, jókedvűen és örömmel, és reményeim szerint sikeresen. Az a tisztem van még, hogy szeretném bemutatni képviselőjelölt társaimat. Van, akik talán önök számára is sokan, vagy legtöbbjük ismerős arc, hiszen az elmúlt évek vagy akár évtized politikai működésében látták őket, követték szereplésüket, de vannak újak is. Az újak tekintetében mi elsődlegesen a fiatalításba gondolkodtunk, tehát minél több fiatalt szeretnénk bevonni. Általában igaz az, hogy szeretnénk a fiatalok számára is nyitni a városban. Az egyes számú választókerületben rögtön egy köszönettel kell kezdenem, hiszen Szabó Károly korábbi képviselőtársunk nyugdíjba vonult, én szeretném ezúton is megköszönni az ő munkáját, tevékenységét, és szeretettel ajánlani önök számára és a választókerület számára Karcsi utódját, Löffler Dávid urat, itt látható tőlem jobbra. Ő a pénzügyi bizottság külsős tagja volt, és a LISZI néven, tehát lakótelepi információs szolgáltató iroda néven ismert objektumnak a közösségi koordinátora. Azt kell tudni, hogy csapatunkban a közösségépítés az egy kiemelt szerep, kiemelt fontosságúnak gondoljuk városi szinten is, és ezért civil szervezetként egy pályázati forrás bevonásával tudott megvalósulni ez az iroda, ahol kulturális programokat, közösségi programokat szerveznek, és ebben ő egy oszlopos tag. Kettes számú választókerületben, azt hiszem senkinek nem kell bemutatnom, korábbi ciklusunk frakcióvezetőjét, Kálóczi Imre urat, régóta ismert Budaörsön, még a Fidelitásos időkben kezdte politikai pályáját, és hát vele beszélgetve sokszor szóba kerültek témák, kérdések, és mindig elhangzott tőle egy mondat, hogy legfontosabb számára Budaörs érdeke. Nincs olyan gondolat, vagy nincs olyan dolog, ami ez IMI esetében ezt felülírhatná. A hármas számú körzetben eddig úgy mondtam volna, hogy Cucor Gergely, de most már úgy mondom, hogy dr. Cucor Gergely urat szeretném bemutatni, iskolai igazgatóit Budaörsön, a újonnan létesült egyházi szakképző is, vagy szakközépiskolában, körzetében nagyon sokan ismerik, Frankhegyi részönkormányzat elnöke. A négyes számú választókerületben Sánta Áron indul, aki a KDNP vezetője, körzetében sokan és jól ismerik, komoly fejlesztések történtek az elmúlt ciklusban is, illetve van még néhány olyan, ami épp most fejeződik be jelenleg, és hát ismert a közéleti tevékenysége, az egyházakkal ő nagyon jó kapcsolatot ápol, nem csak a katolikus, hanem protestáns egyházakkal is, és szívügyeként kezelte az egyházi közösségnek a fejlesztését. Ötös választókerületben Gáspár Bélát indítjuk. Ő is lélekben a fiatalok közé tartozik abszolút mértékben. Egyéni vállalkozó, itt Budaörsön a körzetében nagyon sokan ismerik és szeretik. Munkája, tevékenysége kapcsán is nagyon sok embert ismer. Kán János urat szeretném bemutatni, aki nem csak a helyi Fideszünknek a tagja, hanem Budaörsön tulajdonképpen ő képviseli egy személyben a kisgazdákat, a Kisgazda Polgári Egyesületnek a helyi vezetője, körzetében nagyon szereti. Ha létezik olyan képviselő, aki mindig, mindenkor fáradhatatlanul végigjár egy területet, kapcsolatba lép a választókkal, meghallgatja a problémáikat, és sokszor a nem hivatalos ügyekben is próbál segíteni, tehát akár okmányirodai vagy egyéb ügyekben, az Janiról elmondható. Szanka László úr szintén új induló és a fiatalítás jegyében került a csapatunkba, ő a Budaörsi Lakótelepért Egyesület alapító elnöke. Hát ha valakiről elmondható, hogy nagyon örülünk, hogy megtaláltuk az ő személyét, hiszen nem a fideszes közéleti munkából jött, nem úgy került közénk, hanem találtunk egy olyan embert, aki szakmailag kompetensen képes a lakótelepet képviselni, nagyon sokan szeretik őt, ismerik,
és az egész lakótelep vonatkozásában azt mondhatom, hogy ismeri a lakótelep gondjait, problémáit, napi szinten él együtt az ottani közösséggel, több feladatnak a elvégzésében részt vett, így támogatóként szerepelt Jánossal együtt, illetve Dáviddal együtt, Szokolovszki úrral együtt a gazdapiac létrehozásában is. Szeretettel ajánlom a hetes körzet szavazói számára, és kérjük a támogatásukat. 8-as számú választókerületben Szokolovszki Márk úr indul, ránézve látszik, hogy szintén a fiatalítás jegyében került a csapatunkba. Ő a pénzügyi bizottság külsős tagja, és az ifjúsági kereszténydemokrata szövetség, vagy ismertebb nevén az X-nek központi koordinátora. Tehát ebből az irányból érkezett hozzánk, lakótelepet szereti, ismeri, gyerekkorától focizott ott a környéken először. Az utcákban, majd később hivatalosan is regisztrált sportolóként a lakótelep pályáján, és nagyon sok barátja, ismerőse van, és jó szívvel ajánlom őt is a körzet számára. 9. választókerületbe indul Félkei Péter úr. Azt hiszem, nem kell bemutatnom, képviselőtársunk az elmúlt időszakból, ismerhetik őt a KMB, most már KMISB, tehát a Kulturális Bizottság vezetőjeként, művész tanár, zeneművész, és hát így a kultúra abszolút közel áll hozzá, tehát a körzeti munkáján kívül ez egy olyan terület, amit összvárosi szinten is próbált menedzselni és segíteni. És ha mi most beállnék ide 10-nek, akkor még egyszer be kéne mutatkoznom, Török István, én pedig Kamaraerdőben indulok. Miért is indulok, és miért választottam ezt, vagy miért örültem ennek a lehetőségnek, hogy újra megmérettethetem magam ott jelöltként? Ebben a ciklusban voltam, tehát a 2010 és 14 közti ciklusban először kamaraerdei képviselőjelölt. Akkor mindenkitől azt hallottam, hogy Kamaraerdő a város mostoha gyereke. Én elkezdtem akkor ott beindítani folyamatokat, egyrészt a városrésznek a felújítását, beindítani azt, hogy arányosan jussanak oda a városi forrásoknak az összegei, és úgy érzem talán, és ezt szerencsétlenség nélkül szeretném mondani, hogy ez sikeres volt, de amit még fontosabbnak érzek, hogy egy közösségépítő munka folyik ott. Van egy kamaraerdei tudat, amiben engem bevettek, sikerült bekapcsolódnom, és szeretném ezt a jövőben is a polgármesteri munka mellett is szolgálni. Milyen szemlélettel vágnak neki a választásoknak? Mik azok a fontos gondolatok, amit esetleg egy választási győzelem után meg szeretnének valósítani a városban? Egyértelműen arra készülünk, hogy győzni fogunk, körzetekben is, illetve jó magam is. Így kell neki indulni szerintem mindannyiunknak egy kampányhoz. Szeretnénk Budaörsön egy frissítést hozni, 21 néhány év után ez talán lehetséges a városban. Szeretnénk egy olyan várost működtetésben gondolkodni, ahol a kormányzat nem ellenfél, nem ellenség, hanem partner. És ha mi partnerként tudjuk kezelni a kormányzatot, akkor bízom benne, hogy a kormányzat is partnerként kezel minket és rajtunk keresztül a várost. Szeretnénk minél több fejlesztési forrás bevonni Budaörsre, hogy ne csak szigetként létezzünk itt a térségben, egyébként erős gazdaságunkkal, hanem ezekkel a bejövő forrásokkal, illetve a saját erőink átcsoportosításával, további fejlesztésekbe, illetve a város lakosságának érdekét szolgáló intézkedésekbe tudjunk belevágni. Milyen fejlesztésekbe gondolkodnak? Mik azok, amik megvalósíthatók a következő? Hát például olyan nagy projektek, amik évek óta nem valósultak meg, hanem évtizedek óta. Nincs megfelelő zajvédelme a városnak, az autópálya mellett ezt ki kéne mindenképpen építeni. Ehhez egy ilyen nagyságrendű beruházáshoz kormányzati erőforrások is kellene. De beszélhetünk a közlekedésről is, hiszen Budaörsnek a dugói közismertek, elkerülő útra nem igazán van lehetőség, viszont a kötött pályás közlekedés fejlesztésben úgy gondoljuk, hogy van előrelépési lehetőség, ezt megfelelően ki lehet alakítani, és én magam sem, meg sokan vélhetőleg nem autóval mennének be reggel a városba, ha megfelelő összeköttetés lenne mondjuk a metrókhoz. Ez megint egy olyan nagyságrend, amihez Budaörs ereje kevés, tehát szükséges ahhoz, hogy kormányzati partnereket találjunk. Mi erre jelentkezünk, föltettük a kezünket, hogy partnereket keresünk, és már most biztató visszajelzések vannak arra vonatkozólag, hogyha sikerül itt Budaörsön egy változást elérni, akkor ez fog tudni működni. Milyen személyélet alapján lettek kiválasztva az egyéni képviselőjelöltek? Ahogy mondtam, az egyik lényeges szempont az volt, hogy fiatalítunk is, tehát fiatal új
arcokat szerettünk volna találni, és ez sikerült is. Szakmailag hozzáértő, a területen jól ismert, népszerű emberek, akik benne élnek a közösségbe, nagyon sokakat ismernek, meg tudnak érinteni, meg tudnak nyilvánulni, tudnak beszélgetni, meghallgatják az emberek problémáit, és ezt képviselni fogják tudni a testületben. Polgármesteri jelölt általában, miután a szavazó polgárokkal találkozott, már lezárt az aláírásgyűjtés, a támogatói aláírásgyűjtés, akkor a különböző civil szervezetekkel köt egyfajta megállapodás. Mely civil szervezetek támogatják az önindulást? Nem szeretnénk a civil szervezetek mellé politikai címkét tenni, tehát szándékkal nem is kértünk ilyen jellegű támogatást. Program alapon például, hogy említettem, a Lakótelepért Egyesület részéről így került a csapatunkba képviselőjelöltként egy kolléga, de itt a szóba került az, hogy már megvannak az aláírások, a jelöltséghez megvan, de van egy úgynevezett Maradjunk kapcsolatban kampánya a Fidesznek, amihez szó szerint, ahogy említette, támogatói aláírásokat gyűjtünk. Ez most zajlik, illetve egészen a hó végéig fog történni, tehát mindenkit megkeresünk. És természetesen a városi élet kiemeltebb szereplőit, egy-egy területet, nyugdíjasokat, fiatalokat, sajtóképviselőit, vállalkozásokat, ott a KKV szektorra is, illetve az itt nagy számban jelenlévő multicégekre egyaránt gondolok. És akkor végül beszéljünk a szlogenről is, az a szlogen, hogy hozzuk lendületbe Budaörset. Újra lendületben. Újra lendületben. Mit akar ez? Egy kormányzattal jól együttműködő városvezetést szeretnénk, képviselői csapatot szeretnénk, és ez lehetőséget nyit arra, hogy a város újra lendületbe kerüljön, ne veszítsünk akár csak presztízs szinten se a korábban megszerzett eredményeinkből, értékeinkből, és tovább lépjünk. Egy fenntartható városfejlesztés irányába szeretnénk elmozdulni. Például az üzleti területe most már nem biztos, hogy szükség lenne újabb nagy raktárbázisokra, raktáráruházakra vagy logisztikai központokra, de például eddig kihasználatlan volt vagy jó részt kihasználatlan volt a tudományos kutatási terület, ilyen irányból is tudunk bevonzani vállalkozásokat, jó adózó vállalkozásokat. Kihasználatlan volt évtizedekig Budaörs turisztikai értékei, ebbe is szeretnénk előbbre lépni. Tehát egy több lábon álló, kiegyensúlyozott, stabil várost akarunk.